Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás március hónapra. Ez a jóslás megrendelhető nálam, és akkor az személyes. Passzol a te helyzetedre. A díjam egy ilyen havi jóslásnál 3500 forint. És most megtekintjük ezeket a kártyákat. Mi várható március hónapban? A sarokkártyáknak mindig van egy nagyobb jelentősége, különösen az első kártyának, hiszen az utal a havi témára. Itt látható ez a gyermek. Ez utalhat természetesen a gyermekekre. Vagy a saját gyermekeitekre, vagy az unokákra, vagy egy kisbaba születésére, vagy a munkára a gyermekekkel. Amit ez a kisfiú itt a képen még jelent, az ártatlanság. És akkor itt kiderül az igazság, erre utal itt a nap, hiszen összefüggésben áll ezzel a kártyával. Amit ez a gyermek még szimbolizál, az egy új kezdet. És ezzel az új kezdettel március elején szerencséd lesz, hiszen itt megjelenik a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hozhat. És ez a szerencse ott marad egész hónapban hűségesen melletted. Itt látható, a kutya jellemzi a hűséget. Persze, amit a kutya még jelenthet, kutyát vagy cicát, azon kívül szimbolizálja a barátságokat, és itt lehetnek új kapcsolatok, új barátság, ami megbízható és szerencsét hoz. Itt ez a horgony azt jelenti, hogy keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz horgonyozni. Ezzel sikered lesz, erre utal a nap. Amit a nap még jelenthet, hogy ez eltarthat nyár folyamáig. A horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást. Itt vannak baráti kapcsolatok, sikerek, és itt látható a szerencse. De egy új kezdet is, hiszen erre utal ez a gyermek, tehát lehet munkahelyi változás. Itt a munkahely alatt itt láthatóak az utak, ami jelenti a változásokat, a döntéseket. És a gyűrű már a szerződést, egy munkahelyi szerződést. Itt a kisfiú alatt látható ez a park, ami utal a nyilvánosságra. Tehát mások észrevesznek téged, megkapod a megbecsülést. A múltból vannak itt még fájdalmas emlékek, vagy volt valaki a múltban, aki meg akart sérteni téged, de itt van a sarló, és a sarló elvágja ezt a kapcsolatot, elvágja ezeket a fájdalmas emlékeket. Azon kívül itt megjelennek az egerek, segítenek abban, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Az egerek felfalják a felhőt. A felhő azt jelenti, hogy valami beborult, valami átláthatatlan, és mivel az egerek eltávolítják ezt a kártyát, akkor itt kitisztul valami. Itt a munkáról van szó, hiszen ez a horgony összefüggésben áll az egerekkel és a felhővel. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, hiszen ez a hajó jelenti az utazásokat, vagy külföldi kapcsolatokat.
ami még márciusban talán átláthatatlan, hogy hogyan tovább, milyen szerződések vannak, de az egerek abban segítenek, hogy a felhő eltávolodjon, és akkor tisztán látod a dolgokat. A felhő itt van a halak mellett, és a halak jelzik az anyagiakat. Tehát itt nem csak a munkáról, vagy munkahelyi változásról van szó, hanem kihat az anyagiakra is, ami jelenleg még átláthatatlan, hogy tudnád rendezni a dolgokat, de márciusban itt az egerek eltávolítják ezeket a dolgokat, ezt a helyzetet, tehát anyagilag is rendeződnek itt a dolgok. A következő sarokkártyán látható ez a kígyó. Ennek több jelentése is van. Utal a gyógyító erőre, ugyanúgy, mint a fa. És itt van a két kártya között ez a ház, ami jelentheti a te otthonodat, a környezetedet, mint például a szomszédokat, vagy a szülői házat, a rokonokat. Előfordulhat, hogy valaki beteg volt a családban, vagy a környezetedben, de most itt van ez a kulcs, ami utal az önbizalomra, erre a belső erőre. Itt megvan a gyógyulás, ez a gyógyító erő. Erre utal mindkét kártya. Azt is jelentheti, hogy megvan nálad ez a gyógyító erő, és ez a hivatásod, és kezedbe veszed ezt a kulcsot, kimutatod a magabiztonságodat, és kiépíted itt ezt a magánvállalkozást. Itt spirituális dolgokról van szó, erre utal a csillagkép, és gyógyító erőről. A hold a szimbolizálhatja az anyukádat is, hiszen jelenti az anyai érzelmeket, de utal általánosságban az érzelmekre. Itt is megvan ez a gyógyító erő, a szerencse, hiszen a csillagképek szerencsét hoznak. És a kezedbe veheted ezt a kulcsot, itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, itt ki tudsz építeni valamit, az is lehet, hogy költözködésről van szó, és kinyílik itt ez az ajtó. Amit még tehetsz ezzel a kulccsal, bizonyos dolgokat, kapcsolatokat lezárni. Ez a kígyó jelenti azt is, hogy benne vagy ebben a transformációban, tehát változások lesznek nálad a környezetedben. Vagy, amit a kígyó még jelenthet, a mellékutak, hogy mellékutakon ez által jutsz ehhez az ingatlanhoz, vagy így tudod kiépíteni a családi kapcsolatokat. Amit ez a kígyó még jelenthet, egy hölgyet, ott van a környezetedben, de ez a hölgy szerencsét hoz, hiszen a csillagképek erre utalnak. Lehet, hogy ő megbántott a múltban, itt vannak a fájdalmas emlékek, de itt rendeződik valami a részéről is, és ezek elmúlnak, ezek az emlékek. A következő sarokkártyán itt van a hegyvidék, az természetesen utalhat hegyvidékre, például egy kirándulásra ebben a környezetben, de szimbolizálja a gondokat és a problémákat. A hegyvidék mellett ez a koporsó azt jelenti, hogy most ez lezárul. Nem csak a problémákat zárod le, hanem a hamisságokat is, ami volt a múltban. És a gólyák jelentik a változásokat. Itt lesz egy jó hír, lehet, hogy külföldről, itt a hajó jelenti a külföldi kapcsolatokat, de a reményt is szimbolizálja. Itt javul valami, különösen ami az anyagiakat illeti. Itt tisztázódik valami, erre utal ez a virág. Visszatérve itt a sarok kártyákra,
ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is. Ha ebben a helyzetben vagy, akkor számíthatsz arra, hogy valaki becsap téged, és itt vannak nehézségek. Nagyon nehéz itt változtatni akkor ezen a helyzeten. Ha egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Ha egy férfi vagy, akkor itt vagy a képen. Itt a gondolatok nálad, ha egy hölgy vagy, a szerelem és a virágcsokor, ami utal a nőiességedre, utal a szépségedre, a jó ízlésedre, vagy egy kreatív tevékenységre, de ez a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot is. Itt a gondolataidban megjelenik ez a férfi, itt szerelemről van szó, itt a szív. Ő ugyan elfordul ettől a szívtől, az nem jelenti azt, hogy nem szeret, ő szeret téged, hiszen a szív az összeköt benneteket. Itt van egy kármikus kapcsolat kettőtök között, de az a helyzet, hogy ő nem beszél az érzelmeiről. Itt van előtte a könyv, és az utal az ő zárkózottságára. Az ő gondolataiban megjelenik ez a jeges medve, ami az erőt jelenti, kell számára még ez az életerő, vagy ez a belső erő, hogy higgyen abban, hogy mit akar a jövőben, vagy higgyen ebben a szerelemben, erősíteni kell a hitét. Itt lesz nála mozgás, erre utal ez a kép, az lehet sport, vagy autó is. A könyv előtte jelentheti az ő tudását, vagy egy továbbképzést, és itt vannak a beszélgetések és a döntések. Visszatérve a szerelemre, itt ez a virágcsokor szerencsét hoz, itt lesz tényleg egy kellemes meglepetés, de amit ez a virágcsokor még jelent, május hónapod, az azt jelenti, hogy itt megvan köztetek ez a szerelem, de ő nem beszél érzelmekről, hanem majd május hónapban nyilatkozik. Akkor kinyílik ez a könyv, nem lesz olyan titokzatos. Ami kettőtöket összeköt, ez a kereszt, az jelenti a hitet, de azt is, hogy a sors utatok kereszteződött, vagy most elérkeztek a sors utatokon ehhez, a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt szintén döntésekről van szó, ugyanúgy, mint az utaknál, és ő ebbe az irányba tekint, tehát ő is fontos döntéseket hoz, nem csak a szerelmet illetően, hanem itt a horgony jelenti azt, hogy a munkát illetően is. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét március hónapban itt látható. Itt van a szerencse, a baráti kört illetően, a gyermekeket illetően, a munkát illetően. Itt megvan ez a kisugárzás, ez a vonzó erő. Ez a torony jelentheti azt, hogy te itt kiépítesz valamit, előre mennek az események. A torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt is látható, hogy minden úgy előre megy, és akkor ez a jeges medve utalhat a bíróra, és ebben a perben szerencséd lesz, hiszen itt van ez a kellemes meglepetés, ez a virágcsokor, és a gyermek utal arra, hogy ártatlan vagy, vagy valaki másnak van ez a helyzete, itt látható az ártatlanság, és itt lesz egy új kezdet, ami szerencsét hoz. Második hét, március hónapban itt látható. Mindaz, ami fájt a múltban, elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezeket az emlékeket. Itt van a nyilvánosság, ahol megkapod az elismerést. Az egerek eltávolítják
ezt a felhőt, ez utal az anyagiakra, hiszen itt megjelennek a halak. De az egerek eltávolíthatják az utakat is. Az azt jelenti, hogy most fontos döntéseket hozni, hogy melyik irányba menjenek a dolgok, ez túl korai. Itt lehet tervezni, beszélgetni ezekről a dolgokról, ez lehet tanulás vagy továbbképzés is, amit a könyv jelent. Lehet, hogy nem nálad van ez a helyzet, hanem nála, hiszen ez a férfi tekint ebbe az irányba. Itt van köztetek a szerelem, ő ezt érzi belülről, de nem beszél erről, hiszen nagyon zárkózott és más fele tekint. Őt most a munkahely érdekli, vagy az, hogy hogy tudná kimutatni az erejét, ő be akarja bizonyítani magát. De mégis itt van a szerelem, ez egy jó hír, és május körül fog nyilatkozni. Harmadik hét, március hónapban itt látható. Ez a kulcs jelentheti azt, hogy kinyitod ehhez a házhoz az ajtót, ez lehet egy költözködés. Itt megvan a gyógyító erő, azon kívül megtalálod a helyedet az életben. Itt anyagiakról is szó van, lehet, hogy venni akarsz egy lakást vagy egy házat, de a felhő jelenti azt, hogy itt még átláthatatlan valami, nem tudod azt, hogy tudnád ezt a szerződést megkötni az anyagiak miatt, de szerencsére az egerek ezt a helyzetet, ezt a felhőt eltávolítják, tehát sikerül ez a szerződés, és tudod rendezni az anyagiakat. Ez a gyűrű jelenti a szerződéseket, ugyanúgy, mint ez a levél, ezt a dokumentumot. De amit ez a gyűrű még jelent, egy házasság, egy eljegyzés tervezése, vagy utal kármikus témákra, amikor valami vagy valaki visszatér hozzád a múltból. Itt tisztázódik valami, ami téged érint. Itt van előtted a kereszt, ami utalhat vallási témákra, spirituális dolgokra, de arra is, hogy van itt köztetek egy kármikus kapcsolat, ő a te lelki társad. Ez a kereszt jelzi azt is, hogy fontos döntéseket fogsz hozni. Utolsó hét, március hónapban itt látható. Megvan a gyógyító erő. De van egy hölgy a környezetedben, az lehet az anyukád is, ez a hölgy segít neked. Lehet, hogy megbántott a múltban, de bocsánatot fog kérni. Itt van a remény. Amit a csillagkép még itt jelent, a szerencse és a spirituális terület. Itt vannak szerződések, jó hírek és változások. A múltban voltak nehézségek és hamisságok, de ez a koporsó lezárja ezeket az emlékeket vagy kapcsolatokat. Ha van egy örökösödési ügy, akkor légy óvatos, mert valaki megpróbál becsapni téged. Te meg tudod változtatni a helyzetet, ügyelj az anyagiakra, és ügyelj erre a dokumentumra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!